Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Tenzinek a Cockpit Cleaner nevezetű műszerfal és műanyag tisztítóját fogjuk kipróbálni, amit a Detailing Store-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, mint mindig az őszinte véleményet fogjátok látni és hallani. Amit csinálni fogok az az, hogy tudja, most látjátok, van itt egy 50-50, felaplikálom a szert a kezelendő felületre, hát majd most így a bal oldalra, és utána pedig egy ecsettel bedolgozom, ez kifejezetten retkes, és utána pedig visszatörlöm egy tiszta mikroszálas kendővel, száraz mikroszálas kendővel. Úgyhogy csapassuk! Thank you.
Nos, fiúk, lányok, ez volt a Tenzinek a Cockpit Cleaner nevezetű, hát műszerfal is egyéb ilyen műanyag tisztítója, aminek amúgy 11-es a pH-ja, az illata baromi jó. Nem tudom, én nagyon kellemes, friss, nem tudnám hirtelen mihez hasonlítani, de nagyon jó friss illata van, és ahogy látjátok, pikpak meg lehetett vele tisztítani a felületet, nem habzik, és nem tudom, hogy ez előny vagy hátrány éppen ennél, de a lényeg, hogy megtisztította a felületet, ezt vártam tőle. Úgyhogy nyugodt szívet tudom ajánlani, patika cucc. Úgyhogy ezzel végét is ért a videó, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!